Első alkalommal szervez tájoló napot a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, de nem csak Nyíregyházán, hanem az ország minden megyéjében, közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Nagyné Varga Katalin hozzátette, a pályaorientáció hosszú évek óta az egyik kiemelt területe az iparkamarának. A mostani program egy gyakorlatorientált szakmai nap lesz, amely a pályaorientációnak egy újszerű folytatása. A Móricz Zsigmond általános iskola 7. osztályosai több szakterületen kipróbálják magukat, különböző munkaállomásokon, mint műszaki, kereskedelem, üzletügyvitel, egészségügy, szociális területeken próbálhatják ki magukat. A polc összeszereléstől kezdve a hivatalos levélközlésig, reklamáció kezelésig, papírgyöngy készítésig rengeteg programban fognak részt venni. Az a célunk, hogy a orientálódásukat bármely szakma irányába elősegítsük. A kamara felkért szakértőkkel fog dolgozni ebben a programban, ahol szakoktatók, illetve a vállalkozások, cégek képviselői fogják őket megfigyelni. A pályaorientációs nap után az iparkamara dolgozza majd fel az értékelő lapokat, így minden diák egyéni tanácsadáson vehet majd részt, ahol szakemberek mutatnak nekik továbbtanulási irányokat. A tájolónap azért is különleges, mert a diákok számára ritkán adódik mód arra, hogy saját élményei és egy objektív külső vélemény alapján válasszon magának szakmát, tette hozzá Mackó Mónika.